egyet! Jaj, csinálok egy szelfit az első vámpírral! A fiatal vér illata! Ebédidő! Él? Szeretem a művészetet! Valaki veszélyben van! Olyan régóta éhes vagyok! Pókember, segít neked! Hagyd békén! Ez még több lájkot kap! Szállj le rólam, ki vagy te? A helyi hős pókember! Hoppá, a Blink dinasztia váza, így jobb! Borzasztó találkozás volt, mennem kell! Szerinted elmehet? Gyere vissza! Megvagy! Ha, meglepetés! Hol van? Vámpír varázslat? Ha-ha, erre nem számítottál, mi? Gyorsabb vagyok, póklúzer! Hagyj le! Le kell vadásznom ezt a denevért! Nem fogsz elkapni, haver! Aha! Megint? Nem vehetem le róla a szemem! Problémáid vannak a célzással, pókember? Legyőzhetetlen vagyok! Itt vagy! Hoppá! Ha-ha-ha! Minek próbálkozol? Tanulj meg először lőni! Ez kínos volt! Ne mozdulj! Csak egy pillanat! Hé! Hey, hogy szökött meg ilyen gyorsan? De én folytathatom az ebédemet! Ó, ezt nem fogod megúszni! Le vagy tartóztatva! Felelni fogsz a támadásért! Épp időben! Most már biztonságban vagy, kicsim. A kiállítási tárgyak megsérültek. A vámpír és a pókember elfelejtette, hogy a múzeumban viselkedni kell. Ki tette mindezt? Videóra vettem. Szép volt. Lássuk csak. Tréfa csináló tetten érve. Nem akartam. Figyelj ide. Jogod van csendben maradni. És készülj fel a börtönre. Mozdulj. Köszi a segítséget. Szívesen. Viszlát. Nem az én hibám! Várj, gyere a fotózásra! Ó, klassz! De én... Blá-blá-blá-blá, csak menj be! Meg akartam állítani a vámpírt! Mintha hinnék neked, elég legyen! Írd meg kommentben, hogy nem vagyok bűnös, hogy kiengedjenek! Kicsit kicsinosítom magam, és ami a legfontosabb, a fogaim! A vámpír fogaknak ragyogniuk kell! Meddig még? Kész! Hé? Ez szörnyű! Csak ne mosolyogj! Rendben? Egy kis fakhagyma meggyőz majd! Gyerünk! Tényleg? Jövök! Yes. Igen! Köszönöm, hogy megírtátok az igazságot! Vár a cellád, vérszívó! Gyorsan! Siess! Tedd el! Nem fogsz megszökni ezzel a súllyal! Ennyi! Te, gyere velem! Rendben! Elfelejtetted, hogy a vámpírok szupererősek? Bebizonyítom neked! Nézd ide! Látod, mit tudok? Semmi sem ijeszthet meg! Ez egy nagyon unalmas belső tér! Ezek az egyszerű rudak nem állítanak meg! Nem értem! Égeti a kezem! Valaki segítsen! Tűz van az épületben! Le kell hűtenem magam! Jobb! Csinálj egy képet! Ó, igen, haver! Elfelejtettelek figyelmeztetni! Tiszta ezüstből készült! Hol tartottunk, hős? Lássuk a fotót! Ez így nem megy! Gyönyörű! A hajam rendbe tettem! Voilà! Folytassuk! Igen, persze! A maszkal? Ismerje meg a pókok főnökét! Hogy tetszik, Mr. Hős? Annyira csinos! A pók szívemet elrabolták! Nagyon sok fontos dolgon kell gondolkodnom! Nem lenne rossz választás neked! Semmi különös! Rendben! És ő vicces? Imádom a vicces rácokat! A foghigiénia kulcsfontosságú egy vámpír számára, távolítsunk el minden régi szennyeződést! Amíg a vérszeretőnk fogatmos, valaki nem is figyel. De ez az idél nem tart sokáig. Mi? Ébresztő is, figyeld a foglyokat! Igen, mindkét bűnöző a helyén, le sem veszem a szemem róluk.
Ezt nehezen hiszem el. Figyeld a vandálokat. Nulla hivatástudat. Mi baj történhet? Tökéletes. Pszt, eljött az én időm. Tesó, rég nem láttalak, haver. Mellesleg. Megtennél nekem egy szívességet, haver? Oké, ez az utolsó alkalom. Elegáns és ragyogó. Most már pihenhetek. Van egy ötletem. Remélem nem veszi észre. Ez egy nagyszerű meglepi. Kész vagy? Menj! Aranyos csomaggal siet a kis kézbesítő. Kitalálod, kinek szól? Már megint? Ezek a mai dolgozók? Mi ez a doboz? Honnan jött? Ez az enyém! Szereti a cukorkákat, olyan ideges vagyok. Egy titkos csodálótól? Imádom a meglepetéseket. Finom. Billy a pók úgy döntött, sétál egyet. Szörnyeteg! Annyira cuki. Kérsz egyet? Szereted az édességet? Kapd el. Probléma megoldódott. A vámpír elmémnek van egy ravasz terve. Hé, tarantula! Gyere, van neked valamim. Édesem, tudom, hogyan vásárolhatom meg a tiszteletedet, és ezért egy apró szívességet teszel nekem. Aha, úgy tűnik, Billy valami veszélyes üzletbe keveredett. Egy lépésre a szabadságtól. Megpróbálom nem felébreszteni. Jaj, a kezem! Kis kenyé! Szép börtönéletet kívánok! Nem engedlek el! Ha-ha-ha! Na mi van? Ne szórakozz pókemberrel! Bosszút állok! Hová megyünk? Hová megyünk? Vissza a celládba, vámpír! Légy gyengédebb! Nem fogsz kijutni, ez biztos! Nos, ki vele? Hol kezdjem? Hogy merészeled tönkretenni városunk épületeit? Lefoglalom a festékeket, és te, tűnj a szemem elől! Rosszabb is lehetett volna. Mit csináljak a festékekkel? Érdekes. Szabad egy szóra? Mi az? Jövök. Szóval? Csak van egy gondolatom. Nem rossz. Benne vagyok. A festék a tiéd. Köszönöm. A kulcsok olyan hívogatóak. És nem vette észre. Milyen aranyos. Sok sikert. Ezúttal sikerülni fog. Elhagyom ezt a helyet. Óvatosan, gyerünk! Csak a kulcsokat akartam odaadni! Akkor add! Díj a kedvességedért! Nem értem! Ciao, hazug! Mi történt itt? Gáztámadás? Ó, ne! A foglyok elmentek! Majd én megoldom ezt! Hol vannak? Nem emlékszem erre a függönyre. Hú, valaki lerajzolt. Ki alkothatta ezt a remek művet? Pók? Egy rózsát a hölgyemnek. Tudod, hogyan kell lenyűgözni. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelőmnek. Régóta nem ettem. Ez a finomság nekem is bejön. Vigyázz! Jaj, undorító. Borzasztó, fogat mosok. Szőrborítja. A kedvenc fogkefém elpusztult. Hasító fejfájásom van. Felszolgálták a vacsorát. Nem erd! Végre kialudtam magam, de mi történt? Túl sok bajt okoztok ti ketten. Ideje ennek véget vetni. Ó, annyira unatkozom. Fájdalom ez az élet. De egyetlen pók sem tud sokáig egy helyben ülni. Bingo! Munkára! A háló mindig segít.
A cellatársa megőrült. Ne aggódj, Mr. Éjszakai Vadász, mindenről gondoskodni fogok. És még néhány simítás a lyukak kitöltéséhez. Szeretem a röplabdát. Akkor játszunk? De honnan szerezzünk labdát? Megtaláltam. Ragad meg a hálóval. Nem probléma. Szerintem egy kis feljavításra szorul. Kezdhetjük. Csodálatos. Várj, a játékvezető már úton van. Mehet? Mutasd meg, mire vagy képes. Hoppá! Oh-oh! Állj! Megint rosszul viselkedtek? Végeztünk! Gyönyörű, még ha mérges is. Tudjátok, szélhámosok, itt az ideje, hogy felfrissüljetek a meccs után. Ki kér egy hideg italt? Ez egy elsőrangú szolgáltatás, ettől erőre kapok. Egy pillanat. Belekeverem a titkos összetevőt. A vámpír átalakulás előtt áll. Egészségetekre! Alig várom, hogy megkóstolhassam! Ez kiba! Sajnálom, nem tudtam ellenállni! Finom! Kár, hogy elfogyott! Köszönöm! Ez furcsa! Drága fogaim! Minden homályos! Jól vagy? Homályos a látásom! Megmürgeztek! Loser bájitalt adtam neki! Trükkös koktélt! Van tartalék szemüvegünk szemproblémákra! Próbáld ki! Nincs más választásom! Valóban jobb lett velük! Siess! Öltözz át! De mire valók ezek? És vágjátok le a frizuráját! Egy biztonsági cellába helyezik át! Köves! Szabály szerint ez illegális! És igazságtalan! Viszlát, srácok! Ezek úgy néznek ki, mint a súlyzók. Mint láthattad, a sportoló Taylor gyakrabban használ erőszakot, mint logikát. Ez nem az, és ez sem. Mit csinál? Taylor mindig ilyen. Hé, sportoló, hagyd abba a cella tönkretételét, lépj arrébb. Ez az. Üdvözöllek az új otthonotokban. Egyedül is be tudok menni. A két különböző ember végül ismét szobatárs lett, csak ezúttal megosztoztak a cellán. Szebb, mint bármelyik súlyzó. Ez nem az a jövő, amiről álmodtam. Hogy jutok ki innen? Hogyan nyerjem el a szívét? Jól állok? Nézz a kamerába. Jaj, a szemem! Megvakultam. Igen, nem a legjobb felvételek. Te jössz, gyerünk! Mit gondolsz az izmaimról? Minden természetes, semmi Photoshop. Ez egy rendőrségi fotó, vagy egy sporttáplálék reklám? Ah, a Nobel-díj. Ez ismerősen hangzik. Talán déjà-vu érzésem van. A sportoló reggeli ember. Az ő rendszere mellett nem sokat alszol. Sportolónak lenni sem könnyű. Az edzések nem várnak. Hé, nem láttad, mennyi az idő? Hagyd az embereket aludni. Sajnálom, csendesebben fogok edzeni. Rendben, így már jobb. Visszamegyek aludni. Végül is olyan aranyos. Négy betű. Mi ez a szó? Mike, segíts nekem a kereszt rejtvényemben. Ja, persze. Szerinted mi lehet? Az sav. Persze, köszönöm. Mit csinálhat egy olyan stréber, mint Mike a szabad idejében? Természetesen egyenleteket old meg. Közben Taylor egy klassz és brutális vázlatot rajzol a leendő tetoválásáról. Egy igazi sportolónak olyan tetoválás kell, ami a veszélyességről szól, és az ilyen művészet pont az ő stílusa. Most már tökéletesnek tűnik. Nagyszerű, 2,5-szer gyorsabban elkezdtem megoldani az egyenleteket. Gyere be, Taylor, itt a tetováló művész. Gyorsan megcsinálom. Halé, a tetoválás vázlata az asztalon van. Megvan. Biztos, hogy akarod ezt a tetoválást? Biztos vagyok benne, napok óta gondolkodom rajta. Kiderül, hogy az izomfájdalmat könnyebb elviselni, mint a tetováló gépét. Lejárt az idő, épp most fejeztem be.
Köszönöm, viszlát! Hé, mit gondolsz az új tetoválásomról? Elég merész! Szembeszálltál a matematikusokkal? Nem értem, nem tetszett neki? Mike, nézd meg a tetkómat! Rosszul rajzolták! Nem, a tetoválásod csodálatos! Csak ki kell javítanom valamit! Nem fejezte be a mester? Mondhatnánk ezt is! Köszi a segítséget, tesó! Várj, mi van? Ez... A dolgok a Streber és a sportoló cellájában a maguk feje után mennek Taylor Edz, Mike pedig szokás szerint szenved tőle. Jaj, ne! A szemüvegem a nagyfiú kíméletlen edzéseinek áldozatává vált. Ha? Nem nagy ügy. Mit tehettem volna? Van egy ötletem. Jó dolog okosnak lenni. Most már stílusos is vagyok. Végre feltöltődöm energiával. Szénhidrátok, drága szénhidrátjaim. Mit teszünk ebédre? Amit látsz, az az ebéd. Ez nem egy étterem. Igen, ne várj finom és fine dining ételeket. De az jobban néz ki. Ne bámuld, az csak a személyzetnek való. Milyen finom zapkása. Tudod, menj csak elsőnek. Én a zapkását akarom. Ez nem elég. Nekem több kell. Még több. Tudod mit? Tessék, így már jobb. És tedd bele a maradékot is. Egy sportos fiatal testnek mégiscsak sokat kell enni. Az ilyen izmok különleges étrendet igényelnek. Ennyi elég lesz, most már mehetsz. Köszönöm. Taylor nem léptett túl a napi kalória mennyiséget. Tényleg ember? Úgy tűnik elfogyott a rendes étel. Nem tudok segíteni. Azt hiszem, egy szaftos hamburger kielégíti az ízlelő bimboimat. Rendben. Köszönöm szépen. Most már mindenki elégedett. Nos, majdnem mindenki. Még mindig éhes vagyok. Ezt megeszem. De ez az én kajám volt. Udvariatlanság elvenni más ételét. De ez finom. Hol? Mi ez a zaj? Azonnal ki kell találnom egy menekülési tervet. Remek, az én gyönyörű agyam megint egy zseniális ötlettel állt elő. Hé, ez most barátom. Nézd, ez egy különleges edzőrendszer, amit neked készítettem. Ezzel az edzéssel később ki tudod majd nyitni az árat. Őha, ezt nem értem. Én leszek az edződ. A mi sportolónk feladata az, hogy ugyanazt tegye, amit mindig. Pumpálja az izmait. Szép munka. Most pedig nézzük meg az eredményeket. Mit gondolsz? Remélem, lenyűgözi Jacqueline-t. Nem tetszik? Ez nem az. És ez? Pontosan erre van szükségünk. A kulcs pedig éppen egy F betű alakú. Most legalább a bicepszed jót fog tenni nekünk. Úgy tűnik, a szabadság már csak egy karnyújtásnyira van. Hé, ti meg mit kerestek itt? Megpróbáltok megszökni? Nem. Figyellek titeket, ne feledjétek. Ez egy nagyon jó terv volt. A Streber fő problémája most az, hogy nincs hegyező a börtönben. De ez csak átmeneti állapot, hiszen egy okos ember minden helyzetben megtalálja a kiutat. Ceruza hegyezés lakattal? Miért ne? Most már folytathatja az egyenletek megoldását. Megpróbálta kinyitni az árat egy ceruzával? Így kell ezt csinálni. És néha az is jót tehet, ha a fejed helyett a bicepszeddel gondolkozol. Jacqueline! Nos, a legutóbbi szökésem kudarcot vallott, de már is kitaláltam egy tervet, ami mindkettőnknek segíteni fog. Ezzel az izével lefűrészeljük a rácsokat. Jól csinálom! Lazítsd el az izmaidat és használd az eszed. Használd a másik oldalát is. Így! Most már értem. Ezt nem hiszem el. Megpróbálnak megszökni? Folytasd! Elkapom őket. Minden tiszta? Töröld le a szemüveged, és menj vissza a cellába. Ez nem az, aminek látszik. Mi van a kezedben a hátad mögött? Semmi különös. Ez nem az.
Ez a tiéd. Ez a csokor? Köszönöm. De ne fűrészeljétek tovább a rácsokat. Megint kudarcot vallottunk. Legalább Taylor boldog. Feleségül veszed ezt az igazgató lány? Igen. Te, Jacqueline, ezt a sportolót a férjednek fogadod? Igen. Akkor mostantól őrnek és fogolynak nyilvánítalak titeket. Legyen a köteléketek erősebb minden bilincsnél. Most pedig csókolozhattok. Oh, mi ez a zaj? Tesó, mit csinálsz? És hol van a mennyasszonyom? Ez csak egy álom. Hé, ti ketten, ébredjetek fel, itt az idő, hogy szabadok legyetek. Hogy telt el ilyen gyorsan az idő? Végre, erre vártam. Nem akarom elhagyni Jacqueline-t. Annyira boldog vagyok. Itt vannak a cuccaid, és ezek a könyvek és a keresztrejtvények az én ajándékom. Nagyon szépen köszönöm. Ne szegd meg több szabályt. Nekem is van valami ma számodra. Itt vannak a cuccaid és a súlyzók ajándék. Köszönöm. Légy óvatos kocogás közben, viszlát. Viszlát. A legboldogabb nap egy rabszámára a szabadulás. Gratulálok a szabadulásodhoz. A ruháim. Ki kell mosnom őket. A súlyzóim. Egy egész doboz fehérje. Kevin személyes dolgai inkább egy sportfelszereléseket árusító boltra hasonlítanak. Azért él, hogy edzhessen. Kedvesem, soha többé nem hagylak el. Rendben. Szabad vagy. Viszlát. Mike, készen állsz az indulásra? Persze. A kedvenc lila hátizsákom és a könyveim. Alig várom, hogy újra elolvassam őket. Még egy utolsó dolog. Lemaradtam az írásbeli tesztekről. Ezek a rabok még itt vannak? Szia, Mike! Hiányozni fognak a keresztrejtvényfejtős esték. Viszlát! Remélem, nem látunk többé. Szegény lábam! Ellen, gyere ide! Tedd vissza őket a cellába! Nos, a szabadság illata hamar elillant. Ezek vesztesek. Miért kerülünk mindig ilyen helyzetbe? Az egész a te hibád. Néha megesik az ilyen. A sportoló Taylor minden szabad percét a börtöntorna termében tölti. De a Streber Mike-tól ez nem igazán megszokott. Mit keresel itt, te könyvmoly? Azért jöttem, hogy a gyorsolvasást gyakoroljam. Az elme edzése ugyanolyan fontos, mint a test edzése. Éha, de gyors a pasi. Nekem is gyorsulnom kell. Keményebben fogok edzeni. Valami nehezebbre van szükségem. Ne, ez túl könnyű. Én a nehezebb súlyzót akarom. Nem, ez sem elég. Taylor ambíciói hatalmasak. Már tudom, ki fog segíteni nekem az edzésben. Megdöntöttem a korábbi rekordomat. Nézd! Jó, neked. Miért nézel így rám? Tegyél le! Gyorsolvashatsz, amíg én emelgetlek. A sorban állás a fogoly Mike-kal való találkozáshoz inkább hasonlít egy rajongói rendezvényre. Remélem, tudod, mit csinálsz. Ne aggódj, én vagyok a legjobb diák a főiskolán. A Streber Mike megtalálta a módját, hogy még a börtönben is tanuljon. Köszi, könyvmoly! Hadd legyek én a következő. Jól megfizetem. Rendben. Várnod kell. Szia! Kell egy ötös a geometria dogámra. Nem gond. Megteszek mindent tőlem telhetőt. Köszönöm, hogy engem választottál. Meglepő módon senki sem látogatja meg a sportoló diákot, Taylort. Senki sincs itt. Egyetlen léleknek sem hiányzom, ez elég frusztráló. Oké, akkor még egy kicsit itt ülök és várok. Talán valaki majd felbukkan. Amíg várok, addig tornázom. Nehéz elfelejteni a szeretetet, amely átsegített életed legnehezebb időszakán. Jacqueline! Várj! Itt hagyta a számát. Hogy felejthettem el? Halló, Jacqueline? Meglátogatsz a börtönben? Várni fogok. Hát, szia, sporttársam! Hát, itt vagy! Azért jöttél, hogy megments a magányomtól, az én őrző angyalom. Az én Mr. Musk-om. Megható szerelmi történetek még a börtönben is megtörténnek. Miért alszol itt? Takarítanom kell. Kifelé.
Hogy ébreszthettél fel egy ilyen pillanatban? Jacqueline, én csak álmodni tudok rólad. A börtönőrnek nem sok hobbija van, de Ellen imád rejtvényeket fejteni. Már megint nem jött össze. Mi a baj velem? Nem adom fel. Mit csinálsz? Ne zavarj! Akarod, hogy megmutassam, hogy kell csinálni? Azt hiszed, okosabb vagy nálam? Akkor bizonyítsd be! Gyerünk! Ez egy junior szintű rejtvény. Egy pillanat alatt befejezem. Lássuk csak, okos fiú. De jó. Kész vagyok. Várj egy percet. Ez az útvesztő hasonlít a menekülési tervre. Itt is van. Megtaláltad a kiutat a labirintusból? Köszönöm. Kaphatok egy példányt. Persze, vidd csak. Megoldottam, olyan okos vagyok. Taylor, nézd, mit találtam. Ez a labirintus a menekülési terv pontos másolata. Miről beszélsz? Ne zavarj! Nézzük meg, mit csinálnak a srácok. Taylor, add ide a súlyzókat, lámpaoltás. Nincs rosszabb Taylor számára, mint egy be nem fejezett edzés. Rendben, srácok, ideje aludni. Taylor idegesnek tűnik, de van egy ötletem, hogyan segíthetnék. Hé, tesó, mutatok neked egy olyan edzést, amihez nem kellenek súlyok. Úgy hívják, hogy ásás. Szerinted ez egy jó edzés? Persze! Segít növelni az izmaidat. Köszi a tanácsot, tesó! Akkor belevágok. Néha, ez aztán a szenvedély! A sportfüggő Taylor nagyon komolyan veszi az edzést. Látom, hogy Mike egy könyvet olvas. Taylor, honnan szereztél egy lapátot? El kell rejtenem a menekülési tervet. Remélem, hogy te kopabél. Mész valahova, sportoló? Azt hitted, hogy áshatsz egy alagutat és megszökhetsz? Nem, persze, hogy nem. Én edzek. Ez most komoly? Király! Viccesen néznek ki. Mindig is nagy izmokat akartam. A sport az életem. Itt minden rendben van. Hé, hey, mit csinálsz? Szép munka, csapattárs. Ne aggódj, mi csak edzünk. Növeljük az izmainkat. A lapát még a súlyzóknál is jobb. Van egy új edzésem számodra. Javítsd meg a lyukat a padlón, majd leellenőrzöm. Szétszedni a dolgokat mindig könnyebb, mint összerakni. Az összes darabot összerakni nehezebb lehet, mint egy kirakóst megoldani. Srácok, nézzétek! Vannak izmaim, ezeket az ásókat magammal viszem. Elvitte az ásóinkat! Szép munka, srácok! Ez a filter nagyon vicces. Tegyük hozzá a rabok képéhez. A börtönben töltött napok mind egyformák. Miért nevet olyan hangosan? Nem bírom, csak meg kell mutatnom ezt a vicces filtert a barátaimnak, a kommandósokról. Nem fog nekik ártani, ha egy percre kikapcsolódnak és nevetnek. Kezeket fel, mi történt? Nyugi, srácok, csak egy vicces képet akartam mutatni. Aha. Nézzétek az arcukat, és azok a nagy szarvas szemek. Ez lesz a legjobb néma rendőrőrsünkön ellen. Mindjárt szétrobbanok. Mutasd meg, mi olyan vicces. Rendben, megmutatom. Ez annyira aranyos. Kisgyerekek vagyunk börtönruhában. A börtön nem a szórakozás helye. Hiányzik belőletek a fegyelem. Nézzétek, milyen aranyos, duzzogó pofikája van. Miért nem figyeltek rám? Ti most rajtam nevettek? Majd én megmutatom. A sportfüggő Taylor még a börtönben sem hagyja abba a kemény edzést. Fitnek kell maradnom. A következetesség nagyon fontos az edzésben. Minden izomcsoportra kell gyakorlatokat végeznem. Mit csinál, Taylor? Komolyan, nem értem ezt a fickót. Itt minden tökéletesen tiszta. A fogjaink jól viselkednek. Hadd mutassam meg a többi cellát. Az őr elejtette a kulcsot. Micsoda lúzer. Itt a jegyem a szabadságra. Messze van. Nem érem el. Ne, a szemüvegem. Nem látok semmit nélküle. Nem tudtam megszerezni a kulcsot. A látásomat is elvesztettem. Azt hiszem, mára elég volt a gyakorlás.
Mi az, ami itt hevet? Talán a Streber elejtette a szemüvegét? Értem, megyek. Egy olyan erős fickónak, mint Taylor, az acélrudak széthúzása csak egy könnyű bemelegítés. Edzés közben még nehezebb súlyokat is emelget. Ez a könyv majd nem lát semmit a szemüvege nélkül. Meg kell javítanom. Hé, tesó, itt a szemüveged. Hajra láttok? Ezek a cellakulcsok. Taylor! Ennek a vécének a segítségével a súly éppen elég egy jó edzéshez. Hé, mit csinálsz? Én itt tanulni próbálok. Te az elmére edzel, én az izmokra. Hiha, ez a srác tényleg nagyon erős. Mit csinálsz? Súlyokat emelgetek, jó formában kell tartanom az izmaimat. Oké, akkor nem zavarlak. Majd később visszajövök megnézni, hogy vagy. Most már meg tudom mutatni az izmaimat, nézd! Ó, te jó ég! Ő Mr. Izom! Keményen dolgoztam, hogy ilyen eredményeket érjek el. Ő erős, és egyben romantikus is. Mind a Streber Mike, mind a sportoló Taylor nem állítja takarékra az életét csak azért, mert börtönben vannak. Mindketten azt csinálják, amit szeretnek. Jó reggelt, srácok! Miért vagy ilyen hangos reggelente? Történt valami? Remélem valami sürgős. Elfelejtettétek? Ma különleges nap van. Ma van a születésnapom. Boldog születésnapot neked! Köszönöm. Várj, nem ma van a szabadulás napja. Biztos vagyok benne, hogy ma van. Talán igazad van, majd én kiszámolom. Ki kell engedned minket? Boldog születésnapot! Emlékszel a különleges napomra? Te vagy a legjobb! Annyira boldog vagyok! Örömömre szolgál! Ha-ha-ha! Olyan volt, mint egy jelenet egy filmből! Te is gratulálhatsz nekünk! Ma van a szabadulásunk napja! Ez nem rajtatok múlik, hogy eldöntsétek! Hagyjátok, hogy a nézőink döntsenek! Szeretnétek, ha Mike és Taylor kijutna a börtönből? Írjátok meg hozzászólásban!